Köszöntöm a nézőket! A következő néhány percben a John Deere kombájnok aratásra történő felkészítését szeretném bemutatni. Mögöttem egy S780 rotoros kombány látható. Ezen mutatnám meg azokat a részeket, amelyekre oda kell figyeljünk ahhoz, hogy a gépünk megfelelő teljesítménnyel és minőséggel dolgozzon az előttünk álló aratási szezonban. A vágóasztal, amely a gabona elvágására és a kombányhoz történő továbbítására szolgál, fontos része a megfelelő működésnek. A kaszaszerkezet, a motorla és a középre terelő konzolcsiga állapota feltétlenül fontos ahhoz, hogy a gépünk megfelelő minőségben tudjon betakarítást végezni. A hajtáselemek, a láncok, az égszíjaknak az állapota, illetve azoknak a feszítése mindenképpen meg kell, hogy feleljen a gyári előírásoknak. A következő szerkezeti elem a ferde felhordó. A ferde felhordón történik meg az anyag továbbítása a vágóasztaltól a cséplőszerkezet fele, így ennek az állapota szintén kiemelten fontos ahhoz, hogy jól működjön a rendszer. A felhordó léceknek a sérülésmentes állapota, a láncnak a megfelelő feszítése, a hidraulika és a hajtáselemeknek a szivárgásmentes és kifejezetten gyári állapotú működése szintén nagyon fontos. A cséplő rész a kombánynak a lelke. A rotoros gépünkön a cséplő szegmensek és a cséplő kosár történik meg a terménynek a cséplése, ezért ezeknek az állapota és a megfelelő alapbeállítás elengedhetetlenül fontos a pontos működéshez. Ugyanez igaz a leválasztó részre és a tisztító szerkezetre, a rostákra. Ellenőrizzük le, nincs-e sérülés, nincsenek-e eltömődve, és az alapbeállítások is megfelelnek-e a gyári előírásoknak. Itt vagyunk a kombány tetején. A magtartály, a motor, hidraulikus rendszer, hűtőrendszer, megfelelő tisztasága, állapot, a karbantartása szintén lényegi kérdés ahhoz, hogy a gépünk megfelelően működjön, megfelelően üzemeljen majd az aratási szezonban. A mai kombájnok automatikákkal, elektronikus vezérlőrendszerekkel vannak felszerelve. Nedvességmérő, hozammérő, kombány vezérlés automatika. Ezeknek az elektronikus elemeknek a megfelelő állapota, az elektronikus csatlakozásoknak az épsége, a működésnek az alapfeltétele. Ügyeljünk arra, ha nagy nyomású mosóval tisztítjuk a gépünket, a csatlakozások vízmentesek maradjanak. Az aratásra történő felkészítésünk nem ér véget a gép mellett. A monitor segítségével lehetőségünk van betakarítandó termének megfelelően előkészíteni a gépünket, ellenőrizve az egyes rendszereknek a működését, beállítva azokat a paramétereket, amelyek fontosak ahhoz, hogy a gépünk megfelelően működjön a ránk váró aratási szezonban. A távoli elérésnek köszönhetően a John Deere kombájnok az üzemeltető és a szerviz számára is lehetőséget nyújtanak arra, hogy ne csak a helyszínen, hanem a távoli helyről is megfelelő támogatást tudjanak nyújtani. A gépnek a kijelzője, a gépen megjelenő hibák és az üzemi paraméterek egy távoli számítógépről is elérhetők. Ennek a működéséhez csupán regisztrálni szükséges. A hibák és a hibakódok megoldásában, a javítások elvégzésében alkatrész és szerviz ajánlatokkal a területileg illetékes kollégáink rendelkezésre állnak, hogy az előkészítés és a majd azt követő aratási szezon problémamentesen zajlódhasson le. Köszönöm a figyelmet, jó felkészülést és biztonságos aratást kívánok!